Hát nagy szeretettel köszöntöm akkor a helyben megjelenteket Légrádi Gábornak és egy pici áttekintést szeretnék a következő. Elben olyan 40 percben lehet, hogy nem sikerül azt az időt kitöltenem, tehát nagyon fogok igyekezni. Elemlámpával nem rendelkezem, nem fogom figyelni, hogy kihaszik el, tehát nem lesz gond. Hozzá kell tennem, egy-két volt hallgatómat is látom, zárt helyi nem lesz belőle, tehát ez mind az apróbetűs rész. Nem kell megijedni, nem kell megijedni, tehát én abban, abban reménykedem, hogy sikerül önöket egy picit ebbe a BSD-s irányba orientálnom. Nem gondolom azt, hogy mindenkinek mindenhol BSD-t kellene használni. Én azban reménykedem, hogy lesz a hallgatóságból olyan, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ennek az előadásnak a hatására, de lesz olyan, aki azt mondja, hogy, hogy próbáljuk ki. Ha én nekem ez sikerül ezzel a kis előadással elérnem, akkor én már, hogy úgy mondjam, a vállalt remélt célomat el tudom érni. Egyébként én ennek a BSD Egyesületnek vagyok az egyik tagja. Van egy egyesület is Magyarországon, amelyik a BSD-nek a szekeréttója. Idén már leszünk 13 évesek, reméljük, hogy nem a szerencsétlen szám kategóriába esünk. Más... Szervezetek már, akik később jöttek réte, azok már el is tűntek, tehát mi még őrizzük a, a, a életbe maradásunknak a, a jeleit mindenképpen. Ennek talán az is betudható, hogy az egyesületi lét nem csak ilyen megjelenéseken szokott megnyilvánulni, hanem például minden hónap második péntekén, például jövő pénteken is úgynevezett egyesületi sörözésbe szokott torkolni az egyesületi lét, úgyhogy, és ezek nyíltak. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne egy ilyen összejövetelen megjelenni, általában ezt nem előadóteremben, nem gépek mellett, hanem valami vendéglátói egységben szoktuk eltölteni. Te és nem kell sörözni feltétlenül. Tehát van már, hogy teáznak, vagy bortisznak, stb. 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 Tehát semmifajta ilyen dologra ne nem kötelező. Pont ez a lényeg, hogy nem kötelező. Jó. No kérem, mi lenne a cél? Hát a cél ebben az előadással az azt lenne talán, remélem, hogy sikerül elérnünk, én mindenképpen igyekezni fogok, hogy önök elérek -e abban, én csak reménykedhetek, hogy ezeket a BSD rendszereket egy picit jobban megismerjék. Itt a BSD standon láttam, találkoztunk olyan, aki még nem nagyon hallott ilyesmiről, remélem, hogy annak sikerül egy picit az információkkal szolgálunk, szolgálom meg ott a standnál is, amivel ő már tud majd valamit kezdeni. És az lenne a másik uh, kitűzött cél, vagy remél cél, hogy minél többen próbálják ki ezeket a rendszereket. Nem cél mondom azt, hogy mindenki ezt használja, de ha már kipróbálják, és valamilyen tapasztalatuk lesz, akkor remélhetőleg ezzel uh, mindannyian épülünk. Mindannyian épülünk. Na, no, kérem, akkor egyel megyünk tovább. Maga a BSD egyébként, erre is majd ki fogok térni, és ez is volt érdekes a stannál, hogy, hogy ez nem egy általános célú operációs rendszer, család, mert több család -elem is van benne, hanem egy szerve célú operációs rendszer család, aminek több családeleme van, és gyakorlatilag ezt úgy képzeljék el, ezt a BSD családot, mint egy műszaki terméket. Tehát ezt illik rendesen letesztelni, ezt illik rendesen ledokumentálni. Ha már készítünk valamit, akkor legyen olyan, ami már egy csomó szabványnak, ajánlásnak megfelel, még akár az informatikán belül is. És egy picit abnyiból ló ki más ilyen Unix változatok, vagy más szabad Unix változatok, vagy leszármazottak közül, hogy ez a mérnöki szemlélet ez az, ami ez eléggé áthatja. Tehát sok minden rosszat el lehet a BSD-kről mondani, de például azt, hogy kevéssé dokumentáltak, azt nem. Ugye a műszaki terméknek része, kötelező része a dokumentáció. Korábban volt olyan, hogy televíziózattak a kapcsolási rajzot, hogy a műszerészek ki tudják javítani, ma már ez nem divat. A bsd nél viszont divat az, hogy minél több dokumentáció, akár manuál oldalak, akár, akár más összetett dokumentációk, tehát a telepítéstől kezdve csomagkezelés, stb. 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 meglegyen. Jó. Most egy kis unalmas rész fog következni, ez a hogyan jutottunk el idáig. Tehát talán a Linuxos előismeretek alapján el, el tudják tudnák mondani, hogy a Linux hogyan alakult ki. A BSD egy másik vonulat, egy más pályaibet járt be. Szintén az ős AT&T Unixból származik, valamilyen módon. Csak amikor ez a 60-as évek végén ez az AT&T Unix, amit ugye már a Kerningem és többek között a Ritchie nevű uraknak, a, meg a Thomson nevű uraknak a munkássága jellemez, amikor ez a 60-as évek elején indult ez a Unix mint termék, akkor még az volt a divat Amerikában is, hogy csak olyan foglalkozhatott szoftver eladással, akinek, vagy amelyik cégnek ez jogosítványa volt. Na most egy, akkor még egy telefontársaság ilyesmivel nem foglalkozhatott. Hiába volt nekik egy jó kis ütős termékük, egy új dolog, egy érdekes dolog, ők ezt nem, csinál, nem adhatták el. Ezért azt csinálták, hogy e, fölajánlást tettek, és azt mondták, hogy odaadjuk ezt egyetemeknek, kutatóintézeteknek, tessék, használják. E, Ráadásul ez az odaadjuk, ez nem csak azt jelentette, hogy futatható állományok, hanem az összes forráskódot oda passzolták. Tehát gyakorlatilag a nyílt kód, az már itt elkezdődött, hogy megkapták az egyetemek, még a kutatóintézetek a forráskódot is, átnézhették, tanulmányozhatták, javíthattak rajta. Nagyon sok olyan hely volt, ahol ezek a javítások egész jó minőséget értek el. Az egyik ez a Berkeley Egyetem volt, egész pontosan ez a Computer Science Research Group részlege. A Berkeley Egyetem egyébként anekdóta szerű, de több dologról is híres vagy hírhet. Hát az egyik mondjuk a híresség az a BSD, a, hí a, a híresség remélhetőleg a BSD, a hírhetség viszont az LSD nevű okay. anyagnak a... Elben, ha jól tudom, ott onnan indult ez az LSD dolog, mármint, hogy mint fejlesztés, aztán már látjuk, hogy mi lett belőle. Hozzá kell tenni, hogy ez a kódjavítás, ez később azt is jelentette, hogy amit ezek a kutatóintézetek kiavítottak, ugye nincs másról szó, csak ugye több szem többet lát. Ha többen néznek át egy kódot, akkor több a több hibát hamarabb megtalálják, ki tudják javítani, és van arra lehetőség, hogy akár vissza is táplálják a fő változatukba. Ugyanakkor a Berkeley ág az egy picit tovább ment, ugyanis ők annyi változtatást csináltak, hogy lett egy saját változatuk. Ezeket a változatokat hívták már akkor BSD-nek, majd mindjárt a kifejtése is kerül, hogy ez mit jelent. Olyannyira mások voltak a BSD-k, hogy még a parancsori paraméterezésük is más volt. Tehát aki az ETL emlői nevelkedett unix az egy kicsit vakarta a fejét, amikor egy BSD rendszer elé kellett leülni, mert a parancsok ugyanaz volt a neve, de mondjuk a paraméterezés más módon kellett megadni. Tehát azért nem volt annyira harmonikus ez a, ez a viszony. Maga a BSD, ugye látható Berkeley Software Distribution, tehát gyakorlatilag ez egy terjesztés, ez egy olyan, Linuxos analógiával, mint egy disztribúció. Csak van egy kis eltérés, illetve több eltérés is van, már erre kitérek. Ugyanakkor ez a BSD szellemiség, ez hatott más operációs rendszerekre, amelyek fizetősek voltak. Tehát például egy-kettőt fölírtam, IRIX, AIX, OSF, illetve a Digital Unix. Többek között nem soroltam föl minden, de ezekre mindenképpen. Ugyanakkor ez a fajta kutató jellegű egyetemi szféra nem tudott ezzel a dologgal sok mindent kezdeni. Úgyhogy egy picit elhanyványult ennek az egésznek a fénye és hát gyakorlatilag meg is vált a fejlesztés úgyhogy a kódot átadták olyanoknak akik ebből próbáltak ebből a dologból valami módon valami dolgot kialakítani. Az első ilyen változat ez a 386 BSD nevű változat eszem 89 környékén volt. Ez egy kimondottan 386-os processzorral rendelkező gépekre egy ilyen kis alap BSD változat volt. Azt hiszem, talán 100 dollárért árusították egy cd ezt a dolgot. Az ötlet jó volt, de sajnos nem, üzletileg nem jött be a dolog. Viszont ezeknek a, meg a más BSD-s források alapján több ilyen kezdeményezés indult. Az egyik, Például ez az úgynevezett NetBSD, éppen látható a dátumból, hogy 20 éves jubileumot üldjük, hogy ültük, mert március 20-án volt környé az a időpont, amikor az első NetBSD-t kibocsájtották, és még ebben az évben, decemberben lesz a FreeBSD nevű változatnak is a 20. jubileuma. A fejlődés nem állt meg, és... Például a NetBSD projektből kivált aztán négy vagy öt fejlesztő a 90-es évek közepén, és ők azt mondták, hogy szép ez a NetBSD, de mi más szeretnénk, egy még jobban, még megbízható változatot szeretnénk, ebből lett az OpenBSD, illetve a FreeBSD is elszenvedte a maga kis embervesztességét olyan szempontból, hogy, hogy a 2000-es évek elején a FreeBSD-t nem teljesen nulláról, de újraírták. És az újraírás eredményeképpen létrejött ötös változat, hát enyhén katasztrofálisra sikeredett. Viszont az átírást ellenzők közül egy páran azt mondták, hogy semmi gond, mi majd csinálunk egy sajátot, abból lett ez a Dragonfly BSD nevű negyedik változat. Tehát, hogy úgy mondjam, négy alapváltozat van ebből a BSD-ből, amelyik, vagy ez a család mondjuk négy elemből áll. Természetesen nagyon sok olyan eszköz alkalmazás, vagy ilyen megoldás van, ami ezeket használja, de mindegyik gyakorlatilag, ami BSD alapú, ezeket tartalmaz, vagy ezekből került kialakításra. No. Milyen jellemzőik vannak egyenként ezeknek a dolgnak? Hát a legelterjedtebb talán az a FreeBSD. Ez alapvetően PC architektúrára lett kialakítva. AMD64, PowerPC, Spark64, ARM-processzorra is, tehát ugye ez a Raspberry Pi dolog, ez már a FreeBSD-seket is egy kicsit már meg ö, ö, Aztán, ha jól tudom, még akár Xbox-ra is föl lehet tenni, tehát aki játékkonzolra rendelkezik, még a régivel, tehát nem ezzel a hálózat összevadítottal, az esetleg kipróbálhatja. A NetBSD egy érdekes változat, mert a NetBSD projektnek az lett volna a célja, hogy minél több különböző platformon működjön a dolog. Tehát ők úgy gondolták, hogy mondhatnám, hogy egy rendszer mind felett, de ne uralkodjon. Tehát gondoljuk végig, hogy ha van egy inhomogén környezetünk, és ugyanaz a rendszer fut mindegyiken, akkor egy programot átvinni egyik helyről a másikra, forrás szinten mondjuk, nem lenne gond. Tehát ez azoknak is előnyös, akiknek különböző architektúrájú gépeik vannak, kutatóintézetek, iskolák, egy csomó olyan hely van, ahol nincs elég erőforrás, vagy különböző fajta erőforrások vannak, tehát ennek is megvan a létjogosultsága. E, például a NetBSD, e, odaírtam, hogy 53 különböző géptípust tartalmaz, ez én kiírtam itt a papíromra, ez valójában csak 16 különböző processzortípust jelent, de mondjuk a Linux nem tud ennyit speciál. E, valójában ez az 53 géptípus, ez igazából 93, csak nem, a maradék 40-re nincs rendesen az a NetBSD végigvíve. Tehát úgy képzeljék el, hogy amikor egy NetBSD upgrade van, most a 6.1-es változatot gyűrjük abból, akkor az összes támogatott architektúrán ezt a dolgot végig kell csinálni. Tehát amikor széles a géppark, vagy a processzor, meg a hardware választék, akkor egy ilyen változtatásnak a, a átvitele eléggé lassan működik. Tehát például ezért is van, hogy a leglassabban a NetBSD-nek a verziószáma növekszik, hiszen ott egy széles eszközparkra kell a dolgokat kidolgozni. Jellemző egyébként, hogy ez a Raspberry Pi-re való fejlesztés már a NetBSD-nél is elkezdődött. Tehát a FreeBSD, NetBSD is már igyekszik ebbe az irányba elmenni. Következő OpenBSD. E, azt szeretnék elérni, hogy ők legyenek a legmegbízhatóbbak, tehát a kőkemények. E, ők Alfán, AMD64-en, Armon, 386-oson e, és egy pár régebbi gépen, tehát mit tudom én, ilyen Longsun processzor, Luna 88 tehát egy pár olyan processzor is kidolgozták, amelyik, amelyik e, talán kevésbé ismert. Uh, még egy pillanatra visszatérnék a NetBSD-re. Azért ennyi processzort támogat a NetBSD, mert nem csak uh, szerverekként, hanem beágyazott rendszerekbe is ezeket nagyon szeretik alkalmazni. Tehát egy beágyazott rendszer különböző fajta processzorral van ellátva, tehát ezért is kellett ezt a dolgot így megcsinálni. Jó? Hát a legfiatalabb ez a Dragonfly, hát ez csak 386-os, illetve 64 bites es uh, működik, uh, de elég, elég jó minőségben. Milyen olyan technológiák vannak, amit mondjuk esetleg el lehet itt mesélni a különböző változatoknál? FreeBSD-nél elég jó az EFS támogatás, nem tudom ki mennyit hallott erről az EFS nevű fájrendszerről. Elég jól bele van integrálva. Megint lebegjen a lelki szemeink elől, hogy ezek a rendszerek alapvetően szerver célúak. Tehát lehet, hogy nem a legújabb tajvani dzsunkán gyártott videókártya vagy, vagy hangkártya drivert írják meg előbb, mint hogy az a ilyen-olyan SCSI vagy SAN disk támogatás, mint szerver benne legyen a rendszerben. Tehát a fejlesztés irány miatt a hangsúlyok egy kicsit eltolódtak. Jó? FreeBSD-ből egyébként még itt én kiírtam, van ez a FreeNAS nevű storage megoldás, ami egy ilyen FreeBSD-re épülő és azt magába foglaló, de kimondottan ilyen storage rendszereknek a támogatására jött léte. Van akkor a PCBSD nevű változat, ami egy olyan FreeBSD, ami fölé húztak gyárilag egy rendes grafikus felületet, majdnem azt remélem nem dől össze az épület, ha azt mondom, hogy olyan a FreeBSD és a PCBSD viszonya talán, mint az Ubuntu szerver és az Ubuntu desktop változat között. Jó? Nagyképűen hangzik, de hát. Aztán van egy ilyen változat, hogy desktop BSD, ez kevésbé ismert. Ez is egy kicsit azt próbálná meg eh, megcélozni, hogy, hogy grafikus felület legyen, és ne legyen olyan barátságtalan a, a használat. Van aztán egy Ghost BSD változat, ez most pár hónappal ezelőtt kezdett igen, igen csak burjánzásba. Aztán vannak speciális megoldások. Például van egy PF Sense nevű ilyen megoldás, FreeBSD-re építve, amelyik azt tudja, hogy egy firewall van beépítve, és ezt le, mint egy Cisco Pix mondjuk. Tehát van egy FreeBSD, arra a van egy ilyen rendszerhúzó, és akkor nekünk már ezen, ennek a hangolásával minimálisat kell foglalkozni. Van ezen kívül egy Monoval nevű változat, ami szintén ilyen fájdalmas megoldás. Aztán van egy freebsd épülő, van egy Janiper nevű cég, aki ilyen hálózati eszközöket gyárt, és a Jan Gian OS, Janiper OS is például FreeBSD alapú, de had mondjak annyit, hogy, illetve kérdezek, hogy meg OS-t láttak -e már? A tízest, úgy értem, tízest már láttak, vagy dolgoztak. Na no, hát az alatt is egy ha nem is egy teljes FreeBSD, de kódrészlek a FreeBSD-ből ketyegnek. Tehát olyan helyen is találkozhatunk mondjuk BSD-vel, amiről az ember talán nem gondolná. Következő. NetBSD. Van egy, a NetBSD során sikerült kialakítani egy úgynevezett PKG SRC nevű csomagkezelő rendszert, ami, oda is írtam, hogy 14 különböző platformon működik. Ez azt jelenti, hogy egy csomagkezelő különböző operációs rendszerekken is alkalmazható. Oda is írta, hogy például a Minix, a, a vagy a 3.2-es, a legújabb Minix például már ezt választotta, illetve a dragonfly is azt mondták, hogy nekik minek saját csomagkezelő van használható, inkább azt idomítják hozzá. Tehát ebből azt szerettem volna kihozni, hogy talán látható az, hogy ezek a rendszerek nincsenek annyira távol egymástól, egy csomó megoldás van, ami elég könnyen át tud szivárogni a másik helyre. És nincs harag, nincs a a NetBSD-nél még elmondanám, hogy ilyen rendszerek, mint a QNX, talán hallottak róla. Aztán van egy rt Core per BSD nevű változat, ami szintén NetBSD-t használ, de ö, mentéssel, ilyen imidzsek mentéssel, munkállomásokról, Ghost, Ghost for Unix, hallottunk már ilyesmiről? Ez is például a NetBSD alapon van megcsinálva. Tehát, ö, egy csomó olyan megoldás van, ami amiről talán nem látszik elsőre, hogy, hogy BSD van alatta. OpenBSD-ből relatíve kevés dolog van, inkább ilyen gyártóspecifikus dolgok vannak, illetve nem tudom mennyire ismerős ezek, ilyen SSH, NTPD, SMP, SMTPD, CVS, BGPD, illetve ICAD, ezek olyan technológiák, amit... Úgy fejlesztette ki, miközben az OpenBSD-t kifejlesztették, lett különböző technológia, amit szintén bárhol lehet használni. És a Dragonfly-nál, hát ez a Hammer, ez egy érdekes, ez egy fájrendszer, nagyon kellemes használata, de minimum 4 terabajtos diszket igényel, Tehát az alatt nem ajánlják. Tehát ha valakinek otthon van a sufniban, fészerben 3-4 darab ilyen uh, storage, akkor használja. Egyébként nem, nem biztos, hogy a legoptimálisabb. Hozzá kell tennem, hogy egy csomó olyan file rendszer van, például egy, egy, Fast File System, illetve egy UFS nevű File System, neki szokták ezt hívni, amit ezek a rendszerek nagy részt támogatnak és használnak is, csak vannak speciális, ez a Hammer, ez, ez speciálisan a dragonfly által lett kifejlesztve, és, fejlesztve, és akár a telepítés során akár ilyen partíciókat is tudunk létrehozni. Tehát ezekben megint a régi nagy szabadság van. Jó ugrunk tovább. Itt egy-két dolgot fölírtam. Elnézést kérek, hogy a betűméretek nem lettek olyanok, mint az előző ilyen. Átmásoltam valahonnan, és nem vagyok egy prezentáció sámántáltós guru, tehát a méreteket nem nagyon tudtam. Tehát milyen eltérések vannak például a Linux rendszertől? Tehát az egyik eltérés, hogy nem tehát nem különböző centrumokban történik a fejlesztés, mondjuk nem SUSE, stb. stb., hanem a BSD-knél mindig van egy darab centrum. Tehát van egy FreeBSD társaság, aki a FreeBSD-t fejlesztése, hozzátartozó programkönyvtárakat a netbsd nek is van különböző, stb. stb. Eléggé konzervatív a fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy vadodott új hardverek, azok fél, minimum fél év, egy év után kerülnek be a támogatott részlegbe, addig csak ilyen tesztelés ezerrel működik bsd nem nagyon van az, mint a Linuxnál, hogy a kernelt egy az egybe le tudom cserélni egy másik verzióra. Ha én egy BSD-nél a kernelt cserélem, akkor az összes többi részt is meg kell frissítenem, de erre vannak eszközök, tehát nem kell megérni. A fejlesztők viszont eleve több csoportban vannak, a, például a FreeBSD-re tudok egy ilyen példát. Van egy úgynevezett külső fejlesztői csoport, ami azért jó, mert oda bárki bekerülhet, mutogatok itt önökre, Bárki bekerülhet, aki úgy gondolja, hogy egy hibát talált, és kijavítja, és szeretné ezt a dolgot ö, ö, a közösség elé tárni, hogy vizsgálják meg. A következő lépcső, mint egy ilyen koncentrikus köröket képzeljük el, az úgynevezett kódbeajánlók, hogy committerek, ezek, hogy úgy mondjam, a na fél, na fél napokat töltenek kód rágicsálással és teszteléssel, ellentétben az úgynevezett kórtímmel, azok talán 12 12-en vannak, akik egész napjuk csak ilyen kód töltik. Tehát többszörös előszűréssel kerülhet be egy, egy, akár egy új dolog, vagy egy hiba javítás is ebbe a rendszerbe. Ezért mondom, hogy konzervatív a dolog, mert nem azonnal kerül be a mainstreambe a, a dolog, hanem többszörű is van. És ez a core team ez úgy működik, hogy szavazásos alapon. Tehát megvan, hogy milyen szavazati rajnak kell ahhoz lennie, hogy egy változtatás bekerüljön. Tehát nem egy embernek a hangulatától függ, hogy most mi kerül be, vagy mi nem, hanem egy csoportnak a... a Változott. Csoportdöntés Csoport alapján történik. Rá. Eltérés még, hogy a FreeBSD fejlesztők átlag életkorra kb. Egy tízessel, minimum egy tízessel több, mint a Linuxosoké. Tehát korábbi adatom volt, hogy a Linuxosok olyan 20 és 30 közöttiek átlagban, átlagban, átlag, életkor, átlag életkorú, és a FreeBSD, vagy mondjuk a FreeBSD fejlesztők egy picit korosabbak, hogy úgy mondjam. Nem biztos, hogy pozitív, de hát mondjuk ez a konzervatívizmusból szinte adná magát. Jó. Találos kérdés. Ime, egy kicsit már az alvó fázist elvekelőjük. Melyik a szabadabb licenc megoldás önök szerint? Olvassuk el a kérdést, és akkor szavazás lesz. Nem ismerem a társaságot, tehát készfeltartással lehet szavazni, hogy ki az, aki. Azt mondom, hogy ki az, aki az A változatra szavaz. Mély, döbbent, csend. Egy ember. Köszönöm szépen. Kettő, három, négy. Jó, négy ember. Jó. B változat. Mondhatnám, hogy kezek erdeje, mert nem látszik a kamerában. Többen, többen, tehát látható többség. Na most az az érdekes dolog, hogy mindjárt megmutatom a megoldást. Ugye tudjuk, hogy a Linux milyen licenszeléssel van ellátva. GPL. A BSD-nek van egy saját licenszelése, azt BSD-nek hívják. Ima a megoldás. Tehát magyarul a BSD licenszelés egy picit megengedőbb. Nem biztos, hogy ez jó mindig, de megengedőbb. Ebből a szempontból. Nem kötelező, de eh, odatható a forrás. Általában a BSD rendszerek nagy részében a forrás mindig megszerezhető. Tehát nem, nem tiltott a dolog, de ha valaki ebből egy terméket csinál, nyilvánvalóan ő dolgozott vele, gülcölt vele, ő úgy érzi, hogy neki erre szüksége van, nem kötelező odadni, de odaadhatja a legtöbb ilyen rendszerhez megszerezhető. Például ez a fajta licenszelési megoldás, amit a BSD-kre is alkalmaznak, ez nagyban segíti a technológiák terjedését. Hát így működik például a TCP-IP protokoll, így került be például a Windowsba, ide, oda, amoda, hogy az BSD-k alakították és a BSD kódot át lehetett venni. A BSD tulajdonképpen abban rigorózus csak, hogy fel kell tüntetni a forrást. Tehát azt kell mondani, hogy ez ugye nem doktori dolgozat, fel kell tüntetni a forrást, hogy egy copyright, egy copyright string erejéig mindenképpen, hogy ezt kitől vettem át. Az egy dolog, hogy most forráskódba veszem át, vagy binárisan, Jelzem egyébként, a BSD a nyílt licenszek közé tartozik, még így is. Tehát ez egy másik, mondhatnám, hogy ez egy másik értelmezés, egy másik ízesítés. Ettől nem lesz egyik rendszer se jobb, el lehet dönteni, ki melyik változatot szeretné használni is. Ez nem, gondolom, hogy nem kell, hogy vitatárgya legyen. Jó. Nagyságrend. Körülbelül és ez, ez, egy választ is adna arra, hogy miért nem fejle, fejlődnek a BSD rendszerek olyan látványosan. Hát ugye Linux kernel fejlesztők több mint 1300 fő, Debian fejlesztők több mint 1000 fő, e, FreeBSD fejlesztők, hát ez kb. az egyharmada, Debian fejlesztőknek BSD fejlesztők 240 fő, OpenBSD 120 fő, a fajt már fő se írtam, szerintem aznál az 50 10 emberen, aki azt gyűri, annál több, nem is nagyobb fejleszgeti. E, a BSD ezért is talán egy kicsit lassabban fejlődnek, mert kisebb a közösség. És ebben reménykedem, hogy itt a jelenlevők majd hírét viszik, hogy ide esetleg bedolgoznának, érdekli őket, stb. stb. Nyitott ez épp, ez a közösség. Tehát nem arról van szó, hogy itt, hogy itt helyből kell három métert ugrani ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a fejlesztők közé. Így is szépen folyamatosan kell lódokat javítani, beküldeni, és aki arra érdemes, azt az egy szinttel fel. Tehát a, a Inas és segéd kategóriába relatíve könnyűbe kerülni könnyű bekerülni, a mesterjelölt, illetve a mester kategóriában picit nehezebb bekerülni, de hát ez mindenütt így van. Jó. Mit hozhat a jövő? Hát dalmóka és kacagás remélhetőleg, és még ránézve az órámra még talán maradt is egy kis időnk. E, sok helyen, vagy sok terület van, amiben a, talán a, a BSD-k eléggé lassan fej, vagy hiányosan fejlődnek. E, ahogy mondtam, itt emlegettem azt a Raspberry Pi-t, hát arra például a bsd még nem nagyon ugrottak rá. Már vannak kezdemények, a levelezési listákon már lehetett olvasni, hogy, hogy kérnek hardvert, illetve már mindenféle image-eket tesztelés céljába csináltak. Ami még nagyon hiányzik, az a virtualizációnak a minél szélesebb körül támogatása, tehát többfajta virtuális megoldást is kéne tudniuk támogatni, hiszen a szervereknél, ugye, amire ez az egész ki lett találva az, jó lenne, ha meg lenne. Több magos működésnek, vagy több működésnek a támogatása, ez nem jelenti azt, hogy ezek a rendszerek nem működnek több processzorral, csak mondjuk lehet, hogy 8000 processzort nem tudnak támogatni, mint mondjuk a Linux, hanem mondjuk 10, 20, 30, 50 processzorig tökéletesen működnek. Tehát erre még mindenképpen kell majd mindenképpen energiát, erőforrást tenni. Illetve manapság ugye ez a cloud technológia eléggé Látványosan fejlődik, ez az, amiben még talán a BSD kevésbé látszódik, hogy előre jutott, jutnának, úgyhogy reményeim szerint vissza e, az egész, e, ez a fajta irányuk lesznek majd a következőkben a jellemzők. Még azt is ugye hozzá kell tenni, hogy a BSD-k alapvetően nem desktop irányba mennek. Vannak kezdemények, de a fő cél még mindig az, hogy a szerver támogatás az meglegyen. Tehát, hogy lesz -e desktop támogatás, ugye desktop BSD, stb. stb. meg a PC BSD, ezek működő projektek, nem erről van szó, csak a fő csapás irány, vagy a fő cél nem ez. Örülne a BSD közösség, hogyha ez, is támogatva lenne, de ha nem lesz támogatva, össze nem fog dőlni a világ. Tehát ettől nem lesz több szerver alatt, vagy a szerver nem lesz rosszabb. Egy pár weboldalt címet írtam még föl itt a diasorma. Hát itt látható maguknak a, ezeknek az általam is emlegetett BSD rendszereknek a weboldalai. Ezeket több ok miatt érdemes meglátogatni. Egyrészt, hogy az ember értesüljön mindenféle hírekről, hol állnak, stb. stb. Kettő, ahogy itt dicsekedtem, elég jó a dokumentáltságok. Tehát ha valaki el, szeretne mélyedni ezekben a rendszerekben, érdemes előbb olvasni, aztán telepíteni, és elég jól dokumentáltak. Sőt, a FreeBSD-nél még magyar nyelvű dokumentáció is felelhető, elég naprakész. É, azért is érdemes ezeket elolvasni, vagy itt információ jött, mert egy csomó kérdés, ami a telepítésnél vagy üzemeltetésnél fölmerül, ö, elég sok választ föl lehet lenni, ö, lenni. Itt is vannak levelezési listák, van magyar nyelvű, az nem ezeken az oldalakon keresztül érhető el, egy picit majd azzal is kitérek. Tehát, akinek kérdése van, tegye föl, és akkor, akkor ezt ott meg, akár meg tudják majd ott válaszolni, remélhetőleg hamarosan magyar nyelven kimondottan a, ezen a Hungarian Unix portálon vannak ilyen fórumok, ahol lehet ezt a dolgot majd követni, illetve kérdéseket föltenni, illetve van egy Magyar BSD Egyesület nevű társaság, aminek én is a tagja vagyok, és a magyar úgynevezett összbsd s lista, ami azért van, mert ugye ezekből a, ebből a négy rendszer iránt érdeklődőkből nincs annyi, hogy külön listát kéne mindegyikre felállítani, az egy, az a lista az ezen a bsd oldalon keresztül elérhető, föl lehet iratkozni, lehet okosabbnál okosabb kérdéseket föltenni, és remélhetőleg a, vagy a hupon, vagy a levelezési listán, illetően meg a, vagy a weboldalakon levő dokumentációból lehet információt fölöllelni. Vannak ilyen közösségi összejövetelek, konferenciák, tehát hogyha valaki olvas ilyenekről, érdeklődik a témájára, ezeknek a konferenciáknak a nagy része, a legalábbis az előadások szintjén letölthető formában elérhető. A BSDD-t írtam előre, ez azért is egyesületi szinten szívünknek kedves, mert egyrésztől 2010-ben itt volt Budapesten, és azóta is igyekszünk részt venni valamilyen szinten a szervezésében. Idén Nápolyban volt például. Hozzá kell tennem, hogy a BSDD nem elsősorban felhasználóknak, hanem fejlesztőknek szóló összejövetel, de egy csomó érdekes információt is lehetett jutni. Aztán van egy EuroBSD-kon nevű konferencia, ami ilyen Európai BSD konferencia, aztán van ez a BSD-CAN, ez a Kanadai BSD konferencia, aztán a következő kettő, az Ázsia BSD-kon, illetve az Open Source Conference, ezek Ázsiában kerülnek megrendezésre, az az érdekes például, hogy a NetBSD-t Japánban imádják. Ebből az Open Source konferencből Japánban évente négy szokott lenni. Ugye Európában örülünk, hogyha egy BSD-t vagy egy EuroBSD kont össze tudunk szervezni, Japánban négy darab van ebből évente, tehát lehet, hogy van igényre. A PKG SRC-kon nevű konferencia, az szintén egy fejlesztői konferencia, ennek a csomagkezelő rendszernek a fejlesztői szoktak összejönni. Ez változó sikerrel van, tehát mint két éve például kimaradt, a, mert nem tudták megszervezni, de 2004 óta szinte minden évben van e, ilyen konferencia, és van egy mid BSD nevű konferencia, szintén ilyen BSD összejövetel. Ez azért érdekes, mert vagy Kaliforniában rendezik meg, vagy Lengyelországban. Úgyhogy, úgyhogy hát tavaly vagy tavaly, 2012-es, tehát Nép Lengyelországban volt, úgyhogy, Úgyhogy érdekes. Ez a BSDD egyébként, visszatérve az első bejegyzése, ezt úgy szervezzik, az a, az a koncepció, hogy a, hogy Európában, egész pontosan Közép-Európában legyen megszervezve. Tehát volt Budapesten egyszer, volt Pozsonyban, volt Bécsben, egy kicsit kilóg, de ö, ugye Nápolyban is volt egy ilyen változat, egy ilyen alkalom. Tehát igyekeznek a szervezők úgy, ezt a dolgot megcsinálni, hogy, hogy egyrészt fejlesztők jöjjenek össze, másrészt a fejlesztők egy része az inkább európai e, lakhelyen rendelkezik, neki könnyebb idejönni, mint mondjuk egy kanadai konferenciára kiutazni. Jelzem egyébként, hogy mind a FreeBSD, mind a NetBSD, mind a OpenBSD rendelkezik alapítványjal, nem Magyarországon, de alapítványán, amely alapítvány arra jött léte, hogy támogassa ezeknek a fejlesztéseknek az előre menetelét, például konferenciára, ahol kiutazás támogatásával, stb. 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 Úgyhogy ezért ez is rendesen megvan. Eléggé konzervatívak mondjuk, ami azt illeti. Volt van velünk egy-két. Nem értették, hogy nekünk mennyi, miért kell ennyi papírt csinálnunk. Hát mondtuk, hogy a mi adóhivatalunk az ennyire hálás erre a dologra. Jó? No kérem, Ránézve az órámra talán itt, itt az ideje, ja igen, javasolt sorrend, tehát többen megfőszettek tenni a kérdést, hogy jaj, kipróbálnám melyiket, éve? én szerény nagyképű módomon ezt a sorrendet javasolnám, nem kötelező, ahogy mondtam, javaslom. Tehát én a PCBSD-t javasolnám, mert az egy grafikus felülettel szépen el van látva, tehát, hogy úgy mondjam, nem esik pofára az ember rögtön a konfigurációs állományokat kell esetleg szerkeszteni. A FreeBSD-t javasolnám utána, mert hogy a PCBSD az FreeBSD alapokon alakult ki, vagy arra épül rá, tehát a FreeBSD-t relatíve könnyű azzal megismerni, utána jönne az, jöhetne az OpenBSD, az egy picit fapadosabb, mint a FreeBSD. A NetBSD, hogy úgy mondjam, talán a legfapadosabb ezek között. Én nekem az a szerencsém, és most egy kicsit anekdotázom, hogy a NetBSD volt az első BSD változat, amit ezelőtt ezer évvel kipróbálhattam. Egy Microvax 2-es nevű számítógépen, 90-es évek közepén, ami már akkor 32 bites volt, viszont volt benne 16 mega RAM és 250 mega Winchester. És, megint egy anekdóta dolog, volt egy telepítő szalag hozzá. Szalagról lehet, 300 megás szalagról lehetett telepíteni. Satszoljuk meg, hogy a telepítő elindítása és a szalag beolvasása, elindítása és a szalag beolvasásának vége között mennyi idő telhetett el? 70 perc. Úgyhogy az ember levitt egy könyvet, belökte a szalagot, és olvasott. Úgyhogy a Dragonfly is egy érdekes megoldás, csak az még, hogy úgy mondjam, mindig egy picit a, a sorja leszedés állapotában van. Jól dokumentált, kipróbálható, csak az első három vagy négy változat könnyebb sikerélményt ad. Tehát ö, úgy ö, nehéz megszerettetni valamit, ha rögtön bedobjuk az embert a mélyvízbe, ezért javasoltam ezt a sorrendet. Remélem, hogy, hogy nem fog ártani a dolog.